Kedves közönségünk, kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Habsburg Történeti Intézet havonta jelentkező új előadássorozatot indított Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából. Budapest létrehozásáról az 1872. évi 36. törvény rendelkezett. Ezt az uralkodó december 22-én szentesítette, és másnap hirdették ki. A város létrejöttének hivatalos időpontja tehát 1872. december 23-ára esik. Az első közgyűlés majd egy évre rá, november 17-én ült össze, ezt a főváros rendszerint születésnapjaként szokta megünnepelni. A Budapest 150 című rendezvénysorozatunk második előadását Zeke Gyula író, történész tartja, Kávéház, nagyváros, polgárosodás címmel. Egy pár szóban szeretném bemutatni Zeke Gyula munkásságát is Önöknek, mielőtt átadnám a szót. Zeke Gyula 1982-ben diplomázott az ELTE történelem és könyvtár szakos hallgatójaként, majd pályáját a 80-as évek első felében történészként kezdte. Érdeklődése és kutatásai a hazai zsidóság modernkori társadalom és kultúrtörténete felé irányultak. A szépírás az 1990-es évek elejétől vált fő tevékenységévé. Mellette évek óta foglalkozik Budapest kávéházi kultúrájának múltjával és jelenével is. Számos kötet mellett mintegy fél ezer tanulmányt és cikket publikált az említett témakörökben. Akkor át is adnám a szót, és hallgassuk meg az előadást, tehát amelynek a címe Kávéház, nagyváros, polgárosodás. Legyen ez már este, úgyhogy jó estét kívánok mindenkinek, barátoknak, ismerősöknek, ismeretleneknek. A Beatrixnek köszönöm a bemutatót. Amikor elkezdte az élettörténetemet, és azt mondta, hogy 1982, azt hittem, hogy a születési évem következik, és egy pillanatra, hogy megemelkedtem az időben, de hát visszaesik az ember a korába, meg még ami jön. Azért is elnézést kell kérnem Önöktől, mert megszokhatták, hogy itt már digitális módon megy az előadás illusztrálása. Erre engem is próbált rávenni Beatrix, és kaptam egy kis feddést a technikai személyzettől is, hogy ilyen homo predigitalisként, hogy lehet előadást tartani. De ugye szívemhez nőtt ez a tábla, amit 2001-ben ácsoltam Hollandiában, amikor családostól kint éltünk, és ott ugyanebben a témakörben, csak kicsikét hosszabban tartottam egy előadást, és volt időm megcsinálni ezt a táblát, ahol hát sok minden együtt van a itt szóba kerülő dolgok közül. A kis térképvázlat, ha lesz mondjuk utána közelebb jönni és megnézni, akkor látni fogják, hogy régen számoltam meg, olyan 70 főbb kávéház van rajta, és ezek sem léteztek egy időben Budapesten. Ugye például, mire a Luxor kinyílik, addigra már nincsen Magyar Világ vagy Báthori, de úgy lehet mondani, hogy a múlt századforduló és a két világháború közti korszaknak az ismertebb, a főbb kávéházai rajta vannak. A képanyag, az meg hát mindjárt mutogatom is, és mondom, hogy mi mindennek az illusztrálására alkalmas. Az előadás címe, hallhatták, meglehetősen általános. Ennek az az oka, hogy hát ugye egy ilyen témában, amiről jeles elődök vaskos könyveket írtak, mi is már letettünk egy-két dolgot az asztalra, többet számít most a közönség soraiban középült ülő Salinói, mire vonatkozik elsősorban, de mások is egy-két írás tanulmány erejéig sokan hozzájárultak ennek a gyönyörű szép tárgynak a történeti feltárásához. Tehát a kérdés, amit megpróbálok körüljárni ma hangosan Önök előtt, az az, hogy Budapest, ami hát unikális hely, nem csak Közép-Európában, de végképp számunkra Magyarországon az egyetlen nagyváros. Ez ugye igaz a
létezése óta, sőt már reformkortól kezdve egészen mostanáig, és akkor is igaz maradt, hogyha magunk elé képzeljük a Trianon óta ugye az utódállamok valaha magyar városait. Pozsony is, Kassa is, Kolozsvár is, Arad, Temesvár, Szabadka megmaradtak abban a városi státuszban, nagyságrendben, amit már elértek a 19. század végén. Budapest megvan, és ennek gondolom ebben a körben közösen örülünk. A kávéház a fő hívószó nyilván mindenki számára, de minden ilyen előadás elején elmondom, hogy a kíváncsiságunkat oktalanság volna pusztán a kávéházra szűkíteni, mert itt más intézmények, társintézmények is vannak, amelyek ugyanezt a funkciót, vagy részben ugyanezeket a funkciókat töltötték be, és ezért szoktam én alkalmazni inkább a kávés nyilvánosság fogalmát, amiben beletartoznak a kávémérések, a cukrászdák és a két világháború között a 30-as évek második felétől kezdve az eszpresszók is minimum, ugye? Itt mindegyikből láthatnak képeket, talán nem is ülnek olyan távol, hogy ne tudják a részleteket is érzékelni. Fönt ugye a japán kávéház híres művészasztala, mellette jobbra a Drexler, a jobb felső sarokba pedig a Centrálnak a tudósasztala. Ezzel tulajdonképpen meg is nézhetjük egyszerre azt a három képet, amelyet Budapest kávéház történetének különböző munkái, az erről szóló írások, könyvek a legtöbbet használnak, sokszor címlapként is. Nagy ajándék lenne, ha még a mi életünkben előkerülnének olyan színvonalú képek, amelyek ezeknek a helyébe léphetnének. Kávémérést egyetlen egyet tudok mutatni, ahhoz majd közel kell jönniük, ha látni szeretnék. Ő az, egy kifőzéssel együtt, ami nagyon gyakori funkciótársulás volt a két intézmény között. Ez a Nádor utcában van, hát a mai Nádor utcában egy ilyen háznak már ugye nincs helye, nagyot néznénk, ha látnánk. Cukrászdának ott van a Zserbó, Espresszónak pedig a Centrál alatti sarokképen a Terész körút 10 alatt volt futó Espresszó. Az amilyen gyönyörűséges volt, oly rövid életű, 38 és 39 folyamán másfél éven át volt csak nyitva. Ami adja ugye magát ezek után, hogy mi különböztette meg ezeket az intézményeket, ugyanis mai füllel már ezek érdektelen különbségek, hozzávéve a kávézót és mindenféle egyéb kettős fogalmakat is, tehát szinonímaként használja mindenki őket. Sok esetben még olyanok is, akiknek hát van olvasottságú képzettségük, nem hallják, hogy amikor azt mondják, hogy New York kávézó, azzal valami elfogadhatatlan dolgot ejtettek ki a szájukon. A kávéház iparjogi meghatározása 1872-t követően alakult ki több rendelet során. Ugye akkor, tehát egy évvel a városegyesítés előtt született meg a C-rendszer végleges eltörlését kimondó ipartörvényünk, és erre a törvényre támaszkodva olyan szabályrendeletek jöttek elég gyakran követve egymást, amelyek pontosan megmondták, hogy mi a kávéház, ugye utcaszinti, legalább 4 méter belmagasságú hely, ahol meg volt szabva, hogy milyen italokat és ételeket lehetett felszolgálni, árulni, és amelynek legalább 2 biliárd asztalt kellett tartania. Ez így volt egészen 1923-ig, amikor a vendégkör megváltozott igényei
már túl drágává tették a 2 milliárd asztal tartását, és ezt egy rendelet levitte egyre. Mindazonáltal a kávémérések szempontjából évtizedeken át ez meghatározó különbség volt, mert őnekik viszont meg volt tiltva, hogy egynél többet tartsanak. Általában ugye nem is érték el a szükséges alapterületet, ami nem a kezdetektől, hanem pontosan az 1900-as évtől kezdve 150 négyzetméter volt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kávéház, café, rankafé, mindegy, hogy milyen nyelven kaféház, az ezt jelenti. Ami ennél kisebb alapterületű hely volt, az csak kávémérés lehetett, ahol elvben, hangsúlyozom, tilos volt az élőzene, persze csinálták, vállalva a büntetéseket is. Nem tarthattak nyitva 24 órán át, ami a kávéházak nagy részében fenn nem pusztán lehetőség volt, hanem a első világháborúig, egész pontosan 1916-ig ki is használt lehetőség, hanem be kellett zárniuk évfélkor, mármint a kávéméréseknek, és hajnali 3-nál korábban nem nyithattak ki. Az eszpresszó egészen más lendületet és dinamikát adott ennek a történetnek, és későbbi, úgyhogy azt most hagyjuk. A cukrászdát pedig olyan alapon sorolhatjuk ide, hogy nagyon sokan lehet, tehát ez állandó lehetőség volt, és nagyon sokan éltek is vele, hogy puszta kávézási szándékkal menjenek be egy cukrászdába. Szabad volt dohányozni is a cukrászdák nagyobb részében. Talán ismerik, hát kollégák egészen biztosan a mostani Dériné helyén állott Auguszt, az volt ugye az Auguszt Birodalom központja cukrászdának a belső teréről készült fotókat, ahol azt mondom, bár ez általában nem előnye a képeknek, hogy nincsenek emberek, mert így pontosan lehet látni a berendezést, és azt is, hogy az asztalokon ugyanolyan alpaka hamutartók vannak, mint amelyek a kávéházi asztalokon és a vendéglőkben is állottak. Járt is oda, ugye ott lakott közel, nem csak Kosztolányi, hanem Márai, és járt is oda dolgozni sokat az Augustba, és hát nyilván számára is szempont volt az írás közben különösen, hogy rágyújthassam. Ma tehát azt a kérdést próbálom körüljárni, hogy a polgári kor kávéházi kultúráján belül milyen szerepe volt a kávéháznak Budapest nagyvárossá válásában, volt a kitüntetett szerep, ami a többi kávéháztól elválasztja, és ha igen, akkor miben lehet ezt megragadni. Helyes lesz ezért áttérnünk a számokra, amelynek kapcsán szintén egy magacsul tartó előítélettel kell szembesülni, ami nem is egy, hanem kettő, hogy tudnélik, amikor kiejtik a tárgykör iránt érdeklődő emberek a kávéház volt, vagy magukban elgondolkodnak rajta, akkor észrevétlenül a múlt századforduló helyei, képei jelennek meg előttük, és az ide vonatkozó toposz, amelyet sajnos a Budapest Lexikon szócikke is továbbad, hogy tudnélik, Budapest olyan nagyszerű hely volt akkor a világon, hogy több mint 500 kávéház volt benne. És hát ezt úgy az ember önkéntán szétterjeszti az időben, meggondolatlanul a két háború közti időre is. Na most, ez nem egészen alaptalan ez a mítosz, mert egy év valóban volt, jelesül a millennium éve, 1896, amikor nem is 500-nál több, hanem a 600-ot is túllépte a kávéházaknak a száma. Ennek azonban az volt az oka, hogy a nagy idegenforgalmi konjunktúrára se előtte, se utána nem érte el az 500-as számot, és a 400-at is csak egyszer lépte túl 1894-ben. Tehát ennek a nagy
konjunktúrának az volt az oka, hogy a várható idegenforgalmi növekedés és egyáltalán a ünnepségsorozattal összekapcsolódó beruházási láz okán nagyon sok közepes vagy nagyobb méretű kávémérés sikeresen pályázott és nyerte el a kávéház státuszt. Állandó problémája, elég belenézni a korabeli sajtóban most, hogy árkánon van, ezt már nagyon könnyen meg lehet tenni a városvezetésnek, hogy túl sok a kávéház, mit csináljunk, ugye szabad vállalkozáson alapuló kapitalizmus van Magyarországon, nem lehet azt mondani senkinek, hogy te most már ne nyissál a kávéházat, mert ezen a sarkon elég három, ne legyen már egy negyedik is. És akkor találták ki ezt, amit pár perc említettem, hogy megszabják az alapterület minimumát 150 négyzetméterben, aminek az lett az eredménye, hogy hát sok ilyen hirtelen ötleten alapult kávéházi vállalkozás ennek függetlenül a piaci sikertől vagy sikertelenségtől eleve nem felhetett meg, és akkor visszaállt az egyébként nagyon-nagyon magas szám, tehát a 20. század első évtizedében egészen a világháborújuk, sőt az alatt is tartósan megvolt a 350-es szám, tehát ennyi komoly nagy kávéház volt Budapesten. Ez fokozatosan kezdett el csökkenni a világháborús vereség után, és az azzal összekapcsolódó gazdasági és egyéb traumák következményeként. Folyamatos lejtmenetben, sok számmal, bár itt vannak tudnám mondani, nem untatom önöket, nem az a forma, ahol ezeket meg lehet jegyezni, le vannak írva, meg le is lesznek. Tehát 1944-re elérünk kereken 150-ig a kávéházak számát illetően, ami azért beszédes, most viszont nem akarom elrontani a évszámot, amivel ezt érdemes összehasonlítani, hogy tudnélik 1872-ben, még egy évvel a Nagy-Budapest közigazgatási megszületése előtt, amiért most itt gyűltünk részben, már megvolt ez a 150-es szám, tehát ugyanoda ér vissza a függvény, mennyi is ez bő évtized múltán, ahonnan elindult. Továbbá ezeknek a számoknak az értékeléséhez kávémérésből mindig több volt, kivéve az említett 1896-os évet, néha 600-700-800-nál is több Budapesten. Nagyon-nagyon fontos szerepük volt, mert a polgárság alatti kisebb fizet, anyagi erejű, kevesebb fizető képességgel rendelkező rétegek számára is nyújtotta gyakorlatilag, vagy majdnem ugyanazokat a szolgáltatásokat. Tehát amit viszont fontos tudnunk, hogy az a Budapest, amiben ezeket az óriási számokat látjuk, és el kell gondolkodnunk a miben létükről, az fele akkora volt, mint a mai. Ugye a mai értelembe vett Nagy Budapest 1950. január 1-e óta létezik, amikor 7 rendezett tanácsú várost és 16 nagyközséget hozzá csatoltak. Ez akkor válik érdekessé, amikor majd, de erre nem biztos, hogy ma már itt sor kerülhet, a valahai kávés helyek és az 50-es, 60-as év, tehát a szocialista kornak az eszpresszóit összehasonlítjuk, amelyek nem állják ki a kétszer akkora alapterület mellett sem a versenyt a korábbi kávés helyeknek a számával. Akkor ebben talán meg volnánk. Három olyan szempontot emelnék ki a kávéházi életnek, három olyan sajátosságát, amelyek feltétlenül hozzájárultak
Budapest és egész Magyarország polgári társadalmának kialakulásához, azokkal a hiányokkal és bajokkal együtt, amiknek a következményeit és hát szakemberek a társadalom történeti részleteit is ismerik. Ez a három dolog, a hihetetlen mértékű sajtó nyilvánosság volt a kávéházon belül, a kávéház belső demokratizmusa, és végül, ha marad idő, akkor külön beszélnék a nők és a kávéház viszonyáról is. Ugye a sajtó azért is fontos dolog, és nehéz megértetni mai viszonyok, nyilvános viszonyok között szocializálódott generációkkal, hogy gyakorlatilag semmi más nem volt a tájékoztatásra, a tájékozódásra, a világról való tudásról, mint a nyomtatott sajtó. Ugye rádió is csak 1926 óta van Magyarországon. Tehát itt, ahogy zenét hallgatni nem lehetett másképp, mint ha elment az ember koncertre, úgy kulturális, politikai és társadalmi információkhoz, hírekhez jutni is csak sajtón keresztül lehetett. Nehéz elképzelni, még bizonyos régi kávéházi fotók, kávéházi belsők újsághalmait nézve is, hogy az a hihetetlen mennyiségű napilap, hetilap és különböző illusztrált magazinok, amikről a kortársak beszélnek, és amikről megbízható adataink is vannak, hol fért el, hát az egyébként nem kicsi, de mégiscsak nem könyvtárnak épített kávéházakban. Ráadásul úgy, ugye, hogy a lapot ne a maga megszületett pőre fizikai valójában képzeljük el, meg a heti lapokat, magazinokat, hanem amelyeket rendszeresen tartott egy kávéház, annak megvolt a mappája első világháború előtt, vaskos, részveretes vagy acélveretes bőrmappa, ami magában ugye súly és növeli a térfogatot, és hát az általános szegényedés, a polgárság általános szegényedése folytán, ez csak annyiban változott a két világháború között, 20-as, 30-as években, hogy ezeket a vaskosabb mappákat lecserélték nátkeretre, ami kicsikét könnyebb volt, jobban mozgatható, és abban már nem vagyok biztos, hogy kevesebb helyet is foglalt. Mindenesetre hát, hogy itt milyen számokkal kell dolgoznunk, arra két adatot mondanék. Az egyik bécsi, Bécsről még szó lesz, mert nagyon fontos összehasonlítási alap és testvérhely kávéházi szempontból, Budapestről nézve is. Ott egy kitűnő történész, Buzinkai Géza megtalálta és egy cikkben megírta a bécsi Café Centrálnak az első világháború előtti adatát. 251 lapot tartottak akkor ez a kávéház. Na most erre is sikerült Budapesten rá licitálni. Van egy 1901-es reklámlapja a New York kávéháznak. A Noémi 21 évvel ezelőtt, már jól emlékszem, most néztem a budapesti negyednek a Krúdi számát, megírta és publikálta. Ennek a kottának, a kotta a New York indulót tartalmazza, a hátlapján van egy reklámlap, ami felsorolja, hogy hány külön terme van a kávéháznak, mi mindent kínál a vendégeinek, és ezek között ott van, hogy 400 kereken lap és folyóiratot tart a kávéház, ami hát gyanúsan kerek, tehát elképzelhető, hogy nem pont annyi volt, de nagyságrendi lódítás nem lehetett benne, mert azt ugye akkor észrevették volna. Sőt, ez a hirdetés, ez korabeli napilapokban is megjelent, több napilapban is, úgyhogy elfogadhatjuk. A
sajtónyilvánosságnak volt egy politikai, egy társadalmi és egy kulturális oldala, arculata, egyiket sem tekinteném fontosabbnak a másiknál, és talán belefér, hallgassák meg, hogy mit ír erről Molnár Ferenc 1907-ben a Pesti Társaság című tárcájában. Sajnos a szemüveg nélkül nem tudom produkálni. Van a Pesti Kávéháznak egy nagyszerű eredménye is. A közhangulat gyors kifejlődése, a közélet hirtelen kialakulása talán a régi Róma fórma óta nem talált oly kitűnő hajlékot a maga céljaira, mint a Pesti Kávéházat. Itt egy milliós város férfiai, jellemző, hogy csak ezt mondja, még az első világháború előtt vagyunk, minden nap összetalálkoznak és végigolvassák a lapokat. Ez nincs meg ilyen nagy mértékben külföldön. Ott újságot olvasnak az emberek, itt lapokat. Ott megvan mindenkinek a maga lapja, amely az ő szája íze szerint ír. Itt az érdeklődő egy halom nyomtatványt szállíthat az asztalára, ha tudni akarja, mi újság. Ez óriási ellenőrző hatással volt és van a sajtóra. Pesten minden nap délután 2-től éjfélig zsúr van, amelyen néhány százezer ember vesz részt, aki informál van az ellenzéki és kormánypárti lapok állásfoglalásáról, ellenőrzi egyik lapból a másikat, röviden, aki mindent tud. Ez a kávéházak érdeme, érdem azért, mert nem csak a színházzal vagyunk így, de politikával, gazdasággal és erkölcsökkel is. Hosszú élete itt a csalásnak nincs. A kávéházi népet nem lehet sokáig bolondát tartani. Valami nagy józanság, jól értesültség, beavatottság jár nyomában ennek az egyébként rút életnek, ami nagyon el kell éppen Budapesten. És van művész kávéház, politikai kávéház, katona kávéház, csoportostul járnak a kávéházba az iparosok, kereskedők, az orvosok, az ügyvédek, a tanárok, meg az akadémikusoknak is megvan a maguk kávéházi asztala. És amit az egyik kávéház délután 2-kor tud, az délután 5-kor tudja valamennyi. Ez sehol a világon nincs, és a közéletnek ez az intenzivitása, a dolgok nyilvános megvitatásának ez a nagy és egyre nagyobbodó lehetősége, az egyetlen mentsége a kávéházi életnek a gondolkodó szemében. Betűnik az egész cikk, vagy a hangütés alapja ez a korholás, hogy nincs valódi társadalmi és családi élet Budapesten, hanem az emberek minden idejüket a kávéházban töltik, és ehhez képest fogalmaz így kivételesen a sajtó tekintetében. Úgyhogy azt kell mondanom ismét most már a kávés nyilvánosság többi intézményére is gondolva, hogy ez a reflex, hogy beülök és kávés újságot olvasok és beszélgetek az olvasott dolgokról, a többi vendéggel adott esetben ott megismerkedve vele, ez túlélte a kávéházat, és hát nyomokban még megmaradt a szocializmus kor eszpresszóiban is. Ja, mondanom kellett volna, hogy a történet, amit a számok kapcsán 1944-ig vittem, nem ott zárult le valójában, ugye a budapesti és magyarországi kávéházi kultúra, hanem a 48-49-es államosításokkal. Nagyon komoly fizikai sérülések érték a helyeket az ostrom alatt természetesen, és rengeteg embert megöltek. Olyanról is tudunk, hogy egyenesen a kávéházból a Dunapartra vittek embereket. De ez is mutatja, hogy ilyen kockázatok mellett is, amíg lehetett, addig mentek az emberek a kávéházba. Tehát ott ért véget a dolog. Igaz ez annak ellenére is, hogy a némely túlélő hely például a 49-ben egyszer bezárt, de aztán 1954-ben újra kinyitott New York, még teli volt élettel a 60-as évek végéig is szinte, hát addig, ameddig az a nemzedék meg nem halt, aki ebbe szocializálódott, és
ami az irodalmat illeti, és a képzőművészetet, nagyon sok olyan embert is magában foglalva, akik akkor voltak fiatalok, tehát már választhattak volna az Espresso. Nem volt ez választás, meg volt még az etosza a New Yorkba járásnak a 60-as években, de lehet mondani a Múzeum Kávéházat, felemás alakban megváltozott funkciókkal, a Baros is egy darabig volt még, az Astoria, tehát több ilyen hely, csak hát el lehet képzelni, ugye, hogy a Rákosi kor és a 60-as éveknek a viszonyai között ott megváltozott a hangnem és az emberek egymás közti viselkedése is. Nos, tehát ez a helyzet, és most amiről idáig beszéltem, az még mindig érvényes bizonyos értelemben, nem csak Budapestre, hanem az egész országra is, mert hogy aránylagosan jóval több kávéház van Budapesten, mint vidéken, de azért mégsem mondhatjuk, hogy ez a kultúra kizárólag budapesti lett volna, sőt, még az sem, hogy városi. Erre is azért engedjenek meg egy-két adatot. 1894-ben, tehát a Trianon óta a Nagy-Magyarországnak mondjuk azóta, vagy akkor csak Magyarországon 1377 kávéház és kávémérés volt Magyarországon, sajnos ez összevont adat, nem tudjuk szétszedni, hogy ebből mennyi kávéház és mennyi kávémérés, pontosabban csak fáradtságos apró munkával én nem tettem le róla, majd meg lesz, és 663 volt ismét együtt kávéház és kávémérés Budapesten, ami azt jelenti, hogy az összes kávés helyeknek a 48%-a, tehát a közel fele Budapesten volt Magyarországon. Kicsikét csökkent ez a részesedés érdekes módon a két világháború közti Magyarországon. 36-44%-ok vannak, ezek egy picit emelkednek, hogyha hozzáadjuk a említett környező agglomerációs városoknak a kávéházait, akkor már mindenképp 40% fölött vagyunk, ami azért nem történetietlen eljárás, mert tömegközlekedésileg, mondjuk Újpest, de a Rákosok is, Kispest is már össze volt kapcsolva Budapesttel a századfordulón, tehát lehetett azt csinálni, hogy pusztán villamossal az ember kimegy kávézni Budafokra, vagy ezekre a peremvárosokba. Tehát van egy eléggé durva és jól érzékelhető számbeli előnye, sűrűsége Budapesten a kávéháznak, amire mondhatjuk azt, hogy egy olyan eset, amikor a sokaság új minőséget teremt. Miben állt ez? És ez nem csak a kávéháznak az érdeme magában, hanem egyáltalán a nagyvárosban való mozgásnak, ami igaz tulajdonképpen a 19. század közepétől kezdve a mai napig, hogy a szónak a nyugati értelmében vett magánéletet élni Magyarországon csak Budapesten lehet, ha ez alatt azt értjük, hogy ne tudjon mindenki minden lépésünkről, és saját magunk számára is kalandos módon élhessünk. Egyetlen egy olyan hely sincsen Magyarországon, nagyon jó vidéki városok vannak, sok-sok előnnyel, de lehet azt mondani, pláne szűkített társadalmi közegekben, tehát értelmiségen belül feltétlenül, hogy mindenki ismer mindenkit, ha nem is személyesen, vagy nincs kapcsolat, látásból feltétlenül. Hát egyedül Budapest volt az a hely, és ez a rengeteg kávés hely volt
a terep, a konkrét helyszín, ahol meg lehetett élni ezt a fajta, fogalmazzunk így, termékeny magányosságot, ha valakinek erre volt szüksége. Olyan ide illik talán az Alfred polgárnak a kávéház meghatározása, ami egészen zseniális, hogy ugyanis a kávéház olyan emberek gyűlhelye, akik egyedül akarnak lenni, de ehhez társaságra van szükségük. Úgyhogy nagyjában ezzel a személyes és szellemi opcióval lehet jelezni és összefoglalni azt a sajátosságot, amit a budapesti kávéházakban való mozgás és élet adott a elődeinknek. Bécsről ígértem, hogy még egy szót ejtek, hogy tudnélik, ez a mérhetetlen mennyiségű sajtó, ez nem mind magyar nyelvű újság volt, bár volt belőle elég, jelesebb vidéki városoknak is több napilapja volt, mondjuk Debrecennek 4 napilapja volt az első világháború előtt, de ennek ellenére nagyon sok külföldi lap jött egy-két nap késéssel, hát ahogy a posta ideért velük, és ezeknek a lapoknak meg is volt a maguk olvasó közönsége, mert hát a polgárságunk és az értelmiségünk sokkal nagyobb arányban tudott nyelveket, mint akár most is. Erről is vannak adatok, de hát ilyen részletekben nem mehetünk bele. Bécsbe átjárni az teljesen természetes dolog volt, és onnan ide, még a két világháború között is, az, hogy valakit egy budapesti kávéházban németül szolgáljanak, és semmifajta problémát nem okozott, de a nagyobb kávéházak föltétlen tartottak franciául és angolul is tudó pincéreket. Jó, ne úgy tessék elképzelni, hogy képesek lettek volna órákon át vitatkozni egy-egy tárgyról az adott nyelven, de hogy korrekten, gyorsan és félreértések nélkül kiszolgálni az adott nyelven megszólaló vendéget, ezt ki lehet mondani. És talán nem ilyen mértékben, hát ezt már nehéz lesz majd számszerűsíteni, de nagyon sok jelzés van, hogy Bécsben is, nem csak most az a helyzet, ha kimegy az ember, hogy elég sok helyen derül ki, hogy a pincér magyar, és akkor lehet magyarul rendelni Bécsben. Vagy most voltam hétvégén, és a HVLK-ba találtam olyan horvát fiút feltehetőleg, aki hát alapvetően németül dolgozott, de magyarul is tudott annyit, és kedvesen beszélt is, hogy kiszolgáljon. Most tehát a polgári kor bécsi kávéházaiban sem volt fehér holló a magyarul beszélő pincér, és ott is meg lehetett csinálni, hogyha valaki nem tudott németül, akkor magyarul rendel. A sajtótermékek mozgása folyamatos volt és kölcsönös, a bécsi és a pesti kávéipartestületnek állandóan ügyei voltak, csomó levelezés maradt meg most is az ipartestületi anyagban, ezt jól lehet látni, és azonos volt szinte az esetben megkülönböztethetetlenül egyforma a belső tereknek a formanyelve. Aminek a fő formáját 1851 óta, amikor Mihály Tunet szabadalmaztatta a hajlított bútort és a belőle készült különböző tárgyak, elkezdték meghódítani, elborítani Európát, és azon belül a vendéglátóhelyeket. Tehát a Tonet volt a fő élmény, a gyönyörű márványasztalok, a pamlagok, a csillárok, a pult, ugyanazok a típusú csészék, méretű csészék álltak mindenütt, a pultokon az Aufwärter, ami én most már sajnos nem élő pincérei mondtak így, valójában Aufwärter, tehát szobainas, azt a tárgyat nevezték így, ami
Nek a tartófelülete három fölfelé szűkülő tárcsából állt, és hát ugye volt neki egy gerince középütt, egy talp, és ezen a három szinten általában fölfele csökkenő méretben poharakat tartottak. Nekem az egyik legkáprázatosabb kávéházi tárgya múltból, és életem nagy ambíciója a hátralévő években, hogy próbáljak egy ilyet szerezni, de még nem akadtam olyan régiségkereskedésben, nem csak Pesten, hanem Bécsben se, ahol láttam volna. De az előbb említett Havelkába, ha elmegy valaki, ott van egy a pulton. Demokratizmus. A pesti kávéház, pesti és budai, ugye reformkorban gyakran használták a pest-budai kifejezést, aztán ugye törvényesen mondhatjuk 1873 óta Budapestet, de a Budapest fogalom is létezett már a reformkorban, természetesen ezt ugyancsak használták. Nos, tehát egy 300 éves történetünk van, ami mostani tudásunk szerint 1702-ben indul, akkori az első kávés Budán, akiről irat maradt fenn, tehát már bőven túl vagyunk a 300 éven, de ki lehet jelenteni, hogy a köztörténelmünk ismerete alapján, hogy a polgári fogalomkörbe ennek az időszaknak hát ugye felét sorolhatjuk, nagyjából a reformkortól kezdve, ami előtte történik, az megítélés, megközelítés kérdése, hogy minek tekintjük, de hát a jelek arra mutatnak, hogy az egész országban és Pesten belül is olyan típusú integrációt is indított el az emberek között, és a kommunikációnak olyan módját, amelyik ugye feszegette nem is eredmény nélkül a rendi kereteket. Itt szoktuk mondani, írni, mint a ide vonatkozó legbeszédesebb és legszebb idézetet a Chemnitzer kávéház, amelyet egy meggazdagodott tímár ember, Chemnitzer János 1793-ban épített, és amiből aztán 1840-től az angol királynő szálloda is ugyanilyen nevű kávéház lett, közben ugye 1838-ban árvíz, 49-ben kicsikét szétlőtték az épületeket az osztrákok, de Hild újraépítette, és csak 1940-ben bontották le, ha hinni lehet a ugyancsak Budapest lexikon ide vonatkozó információjának, akkor már nem volt benne kávéház, az 1916-ban megszűnt. No, tehát erről a kávéházról, ami a márványos becenevet is viselte, a felhasznált anyag, belső építészeti anyaghasználatokán, erről még a nyitása évében egy Tonzan nevű angol utazó, majd rá egy évre egy Hoffmann Zég nevű német nagyon-nagyon szép dolgokat írt, amelyek hát ideillenek a gondolatmenetünkbe, úgyhogy egy picit ebből is felolvasok. Ugye az utazók a korabeli közlekedési viszonyok folytán mindig hajón érkeztek Budapestre, tehát Budának és Pestnek ez a tágas látványa, amelyik a maga idejében is, tehát most ugye 19. század első felében vagyunk, nagyon-nagyon különbözött a többi európai városnak a látványától és a megérkezés élményétől. Látták azt közeledvén, hogy milyen fények, milyen épületek, milyen élet van a parton, és ezen felelkesülve léptek oda. A híd általánében már, mint az akkori hajóhíd, ugye, levő kávéháznak azt hiszem nincsen párja Európában. Az igen tágas és gyönyörűen feldíszített nagy biliárdtermen kívül van még egy külön biliárdterem a nem dohányzók számára, két vagy három társalgó terme szintén igen díszes,
Itt kifogástalan ebédet lehet kapni. A szárazföldi szokás szerint minden rangosztály és mindkét nembeli együtt van. A púderos, kabátos paroka készítő és a vén kofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy a gróf likőrözni. Na most ugye ilyet kitalálni nem lehet, ez csak azért írhatta le, mert a saját szemével látta, ami két tekintetben is nagyon fontos a számunkra. Egyrészt ugye a korszakra vonatkozó általános ismeretünk szerint itt olyan egy térben való létezése van a más társadalmi helyzetekben és terekkel egymással nem is találkozó embereknek, ami rendi viszonyok között nehezen elképzelhető. És a másik elem, ami fontos, hogy nem csupa férfiról beszél, hanem két hölgy is ott van, akik nem ugye a leírás alapján az alsó társadalmi rétegekhez tartoznak maguk is. Úgyhogy ennek alapján, de sok bizonyítékot kell majd összeszednünk, és lehet e tekintetben ki lehet jelenteni azt, hogy még meg sem jelenik Magyarországon a polgárosodás programja, nem léteznek az alap, még nincs reform, semmi nincsen még, és már a kávéház egy olyan helyszín, ahol kicsiben, de folyamatosan megindul a különböző, amúgy mondom, egymással nem érintkező társadalmi rétegeknek a találkozása, integrációja. Tehát ilyen értelemben előkészíti a polgárosodást, és mire oda jutunk Széchenyinél, hogy az ismert nagy művekben megfogalmazódik a magyar polgárosodásnak a programja, ott azt látni, hogy nincsen szó a kávéházról, amit furcsálhatnánk első látásra, talán alig írja le a naplóba, de azok se pesti kávéházak, aminek az az egyetlen logikus magyarázata, hogy nem tekinti a polgárosodási program részének azt, hogy legyenek kávéházak, mint ahogy ezt a mai fejünkkel megélve a Kádár korszakot és ugye a kisemmizett utód szemével látnánk, vagy gondolhatnánk, hanem amikor ezek a művek megszületnek, akkor a kávéház már ott van, és nem tűnik fel a Széchenyinek, meg feltétlenül másnak sem, hogy ami ott történik, az szerves kapcsolatban van a nagy programpontokkal, a politikai és gazdasági teendőkkel. De mi, és ezt talán nem historizálás, kijelenthetjük azt, hogy a kávéház már ebben a korszakban elvégezte a maga áldásos munkáját a polgári jellegű társadalmi integráció kimunkálásában. Az olvasztó tégely funkció mindvégig megmarad. Erre is hoztam egy pici összegző szöveget. A Zsolt Béla írja a 400 éves Kapucinár című szövegbe. A szöveg 1936-os, és azért ez a címe, mert akkor jelent meg a Borsodi Bevilakva Béla és Mazsári Béla, jól lehet a könyvet, egyedül a Bevilakva írta a stílusból következőleg, ez egy szakmai részletkérdés, mindegy. De vaskos kétkötetes nagy monográfiája Pest-Budai kávéházak, és ott a Bevilakva az első török kávés, magyarországi török kávés hely alapítási dátuma 1535 miatt számolja ezt a 400, azért 400 éves a kapucinner, mert ugye 1935-36-ban pont annyi telik el. Ez a szöveg már a kimondva, vagy beleírva a szövegben nincsen, de hát az év, amiben vagyunk, adja magát. A hitlerizmus által fenyegetett közép-európai, európai polgárság apoteózisra és védőbeszéde is egyben, egy kicsi részlet. A polgár a kávéházban ismerte fel a világosság testi örömét, a világosság szó itt szó szerint értendő, tehát hogy nagyobb a fény, mint a saját szűkös kis bérlakásban.
de a kávéház volt a számára a lelki, a szellemi és a társadalmi világosság első fényforrása is. A negyedik évszázad elején a Pilvaxban született meg, mármint ugye ebben az időszámításban negyedik évszázad, polgári szabadság és jogegyenlőség, a polgári sajtó és a polgári Magyarország azóta is megvalósítatlan reménye. És a kávéházból, az urbanitás palántájából nőtt ki később a nyugati értelemben vett város. Előbb ábrándoztak róla és agitáltak érte a költők, ügyvédek, házi urak, boltosok és mesteremberek, akiknek akkor sem volt semmiben se beleszólásuk, de addig fészkelődtek és hepciáskodtak, amíg tipikus kávéházi arroganciával kikényszerítették, hogy a város és a polgári szellem és igényi szóhoz jusson a történelmi és parlagi országban. Előbb volt a pesti kávéház, csak azután az ő szájállásukból lett a kórház, a színház, a népház, sőt nem utolsó sorban a képviselőház is. Addig járatta a száját, amíg fecsegésből iskola, sugárút, közlekedés, ívlámpa, WC és köztéri szobor lett. És a kávéház válságos időkben sokszor ugyanaz volt a polgárnak, ami a gentrinek a megyeház, a nemzeti és osztályellenállás jóformán egyedüli bástyája. Húzd ki magad, polgártárs, nem kell szégyenkezned a feketénél. És kettő szöveget már nem olvasnék fel, ezt inkább csak interpretálom. Kicsikét zavar, hogy nem találtam meg az eredetiét, és úgy emlékszem, hogy a 9 koffer, ugye a halála előtti utolsó regénynek az egyik passzusa ez, ami sajnos a festés volt, a dobozban van, a könyveim kétharmadával együtt, de ott van egy olyan Zsolt Béla gondolatmenet, amelyik még ennél is tovább megy, és azt fejtegeti, hogy ezt a társadalmi kudarcot, amit 1944-45 jelent a magyar társadalomban, hogy tehát nem pusztán a világháború meg a németek, hanem nem sikerült szervesülni egy polgári társadalomnak, és állam a korszak folyamán mindvégig szemben állt egymással a idegen eredetűnek mondott polgári, és a hagyományosabbnak mondott, ugye, hogy ennek mi a szociológiai átterem, nem menjünk be mindegyik sántit, polgárság, hanem ezek folyamatosan egymásnak feszültek, és ugye ez is volt az eredménye annak a borzalomnak, ami ennek a polgárságnak, és nem csak polgárságnak, a zsidó részével szemben bekövetkezett. Ő megfordítja, és úgy érvel, hogy ha nem lett volna kávéház, akkor még ennyi sincsen. Tehát, hogy a ideológiai szinten kevésbé érzékelhetően és láthatóan, hiszen az volt az összecsapásnak a fő terepe, de szociológiai értelemben viselkedés mintákat tekintve, gazdasági magatartást tekintve ennek a két középosztályi polgári társadalomrésznek a közeledése lassan azért mégiscsak előre haladt és bekövetkezett, úgyhogy ezt is hozzá kell tennünk, és amit mindig mondani szoktam, ehhez is van kicsi szövegecske, hogy a kávéház munkálta ki a toleráns vitakultúrát Magyarországon. Tudjuk, az ide vonatkozó könyvekből is látszik, és a kisebb-nagyobb szövegekből, hogy a kávéházi vita sohasem arról szólt, hogy valakinek le kell nyomni a másikat, és egyetlen igazság van, hanem egymás mellett létezhettek álláspontok, az esetben nem is kettő, hanem több. Ezzel szemben azok a vendégterek, ahol az alkohol, és én ezt annak tulajdonítom, nem egyedül, jeles elődökre támaszkodva, hogy a kávé a józan mámor itala. Olyat nem látunk, olyan példára nem tudunk rámutatni, ahol a kávéhívás valakit agresszívvá tesz, még az alkoholfogyasztás esetében az a kivétel, hogyha előbb-utóbb nem jön el az agressziós fázis. Van ilyen is, ismerek hál' Istennek szelíd ivókat, de sajnos magamat se sorolhatom bízvást közéjük, mert van, amikor megszelídülök, és mindenkivel tudok kommunikálni, és van, amikor érzem azt, hogy kihozza belőlem a
elásottnak vélt mániákat és a szembenállás szellemét. A 1947-ben írta Hollós Kormény Lajos, akinek nem volt rossz író sem, csak hát őt aztán végképp nem olvasta senki, se sokkal nagyobbakat se olvasnak most már. Ezt a Kávéhez védelmében című gyönyörű eszéjét a Színház című heti lapnak a 47. szeptember 17-i számába, és ezt a tételt járja körül nagyon hitelesen és széles látókörű nemzetközi példákkal, hogy a forradalmak, a társadalmi változás, a társadalmi forradalmak azok mindenütt nagy mértékben a kávéházhoz kötődnek, köthetőek, a szélső jobboldali mozgalmak pedig a kocsmához. Egy picike mondat ehhez. De túl mindezeken, mert ugye a érvek után, amiket most én interpretáltam, megkockáztatom és bizonyítom a kávéhez ellenes tudatlanok oktatására a vakmerőnek tetsző állítást, hogy a demokrácia és a szocializmus, valamint 200 éve minden haladó irodalom és művészet egy kisé a kávéházban is született a lázító ital mellett, míg bár tudnélik azért lázító, mert az egész cikk a hatalomra készülődő kommunista neofitákkal vitázik, ahol már ment ez a hülyeség a közbeszédben, hogy az elkövetett bűnökért a fasiszták a hibásak, a társadalmi szenvedésért és a proletáriátus elnyomottságáért pedig a polgárság a hibás. Mellett, míg a fasiszta tömegőrület melegágya a kocsma volt, ahol az észrenyhítő szeszes italt mérik. Az utóbbit talán fölösleges bizonyítanom, hiszen még legifjabb neofitáink is, az új kommunisták ugye jól emlékeztetnek rá. Szóval ez úgy szép és megfelelő kóda, aminek hát természetesen hatása abban az értelemben nem lett, hogy a kávéház elpusztításának be kellett következnie, mert ilyen szempontból mindegy, hogy jobb vagy baloldali diktatúra, egy ilyen hely, egy olyan politikai gondolat és szándék számára, amelyik egyféleképpen képzeli el az igazságot, és ezt ráóhajtja erőltetni az egész társadalomra, nem tűrhető. Örüljünk annak, hogy kivételekben, nyomokban mégiscsak tovább élt a kávéház, és hogy az Espresso intézményében, amiről most itt már egy szót sem lesz idő ejteni, nem írtam ezt a könyvet, ha valakit érdekel, akkor egy bekezdés helyett itt van, hogy tehát nem szakadt meg a folytonosság fonala, máig sem, tulajdonképpen csak alakváltozások áldozatai és médiumai vagyunk. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, és Zeke Gyulának is a megtartott előadását. A következő rendezvényünk március 17-én lesz, ahol Géra Eleonóra történész tart önöknek előadást. Előadásának címe pedig Haupt- und Residenzstadt-Offen, Buda a fővárossá válás útján.